Az újévi fogadalomtétel hagyománya, az egész világban elterjedt szokás, története az ókorra nyúlik vissza. Az egészséges életmód fontossága újévkor többeknél előtérbe kerül. Sokat sétálunk unokákkal, erdőbe, vízparton, ahol éppen hely van, ahova tudunk menni. Az újévet hátrahagyva az új esztendőben szokás nagyobb figyelmet fordítani az étkezésre is. A férjem az semmit, szó szerint. Én azért meglátogatom az orvost, ha szükséges, meg igyekszek odafigyelni a táplálkozásra, bár nem látszik rajtam, de azért túlzsírosakat kerülöm. A testedzés és a mozgás is az első helyeken szokott szerepelni a fogadalomtételek között. Sokan ilyenkor kezdenek konditerembe járni, azonban vannak, akik ebben nem hisznek. Nem szoktam ilyen újévi fogadalmakat csinálni igazából, most ez, hogy lejárni kondiba. Ezt nem tudom, aki akar, az alapból is le fog járni kondi, meg aki meg akar fogadni valamit, az meg tud fogadni máskor is valamit, így, hogy ilyet nem szoktam nagyon. Van, aki az idei évben csak azt szeretné, hogy a gyermekeivel több időt töltsenek együtt. Dolgozok, 22 ezerből élek, és a fiam meghalt, férjem meghalt, úgyhogy gyerekek albérletben. Az ambíciózus ígéretek gyakran pár hét alatt elmúlhatnak. Ezért lehet fontos a támogatás, a kitartás és a kis lépésekben haladás a fogadalmak teljesítéséhez.